Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 7-én, kedden. Az Alba Régia Táncegyesület, illetve táncegyüttes, dacolva a vírushelyzettel 2020. augusztus 16-a és 19-e között egy csipetnyi, ha úgy tetszik, egy királyi fesztivál hangulatot teremt a tánc fellegvárának számító Malom utcai táncházban. A programok között lesznek koncertek, táncházak, folkest az Alba Régia Táncegyesülettel, illetve az utánpótlás csoportokkal, de lesz pávagála és még kertmozi is. Erről beszélgettünk Majoros Andorral, a Tánc Együttes művészeti menedzserével. Ezt követően egy képes beszámoló következik Heitzinger Mika karanténkoncertjéről, majd megidézzük a Városház téri művészkorzó elmúlt heti történéseit, illetve ellátogatunk Martonvásárra. Tartsanak velünk! Az ígéret szép szó, tehát be is tartom. Kérem szépen vendégem Majoros Andor, az Alba Régia Tánc Együttes művészeti menedzsere, tekintve, hogy az idén sem maradunk néptánc nélkül, mint ahogy 25 esztendője, ez már nem fordulhat elő, itt Székesfehérváron mondhatjuk azt, hogy a várva várt néptáncfesztivál kicsit másként, de ismét megvalósul Királynyi Napok minifesztivál keretében. Azt hiszem, hogy ez fontos, mégpedig, hogy augusztus 16-ától 19-ig találkozhatnak, kicsit másként. Nyilvánvaló, hogy a koronavírus járvány valamennyi kulturális rendezvényt visszafogottságra kényszerít bizonyos értelemben, de azért nagyon szomorúak lettünk volna, és a székesfehérváriak nem különben, meg vagy az ide látogatók, ha néptánc nélkül maradunk, hiszen ez már hagyomány, méghozzá olyan, ami nagyon nagy és veretes. No, akkor beszéljünk arról, hogy hogy sikerül ezt megvalósítani, hiszen a augusztus 20-a előtt ez a négy nap az a fantasztikus programot ígér. Szép estét kívánok! Hát igen, nagy erővel készültünk már a tavalyi év utolsó negyedévébe, tehát a 24. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál után elkezdtük a jubileumi 25. szervezését olyannyira, hogy még a pandémiás időszak, tehát az otthonmaradás időszakában már megvolt az a potenciális 8 meghívott csoport, minőségi csoport a világ minden tájáról, akiknek elküldtük a 25. fesztiválunkra a hivatalos meghívót, de hát az élet közbeszólt, és egy köszönő levél keretén belül sztornoztuk az idei fesztivált, hogy viszlát 2021-ben, de legalább akkor megvannak már a csoportok, úgyhogy ennyi előnye volt ennek az állapotnak, ennek a helyzetnek, de természetesen a karantén ideje alatt kis csapatunk, a táncház dolgozói, Alba Régia Tánc Egyesület munkatársa és a tánc együttes sem tétlenkedett, ugyanis a napi dolgainkat, pályázatokat, jövő feladatait, az elmaradt rendezvények átcsoportosítását, illetve hogy a táncosok ne gémbeledjen meg a tagjuk, otthon online gyakorolták Robékkal, Molnár Gabiékkal azokat a táncokat, amik éppen készülőben voltak. Hát az együttes részéről nagy érvágás volt, hogy a már két teltházas, tehát megvásárolt jegyek tekintetében elmaradt a Táncvilágnapi gála műsorunk, úgyhogy ezt is, illetve azt a hangulatot, ami 25 éve jellemzi Fehérvár életét itt augusztus végén, ami ugye a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválnak is nagyban köszönhető, szerettük volna egy kicsit hiánypótolni a fanatikus és kitartó közönségünket. Úgyhogy ezért született meg az a kis maroknyi, kis csipetnyi hangulat, aminek azt a nevet adtam, hogy Királynyi Napok, hogy azért maradjunk az eredeti elnevezéshez, csak most külföldi csoportok nélkül, de olyan programelemekkel, ami bent lett volna a 25. Nemzetközi Néptáncfesztiválban. Nyilván erről fogunk beszélni, annyit azért megjegyeznék, hogy amikor a művészkaraván elindult, ugye hajlamosít bennünket a szabadság érzését adja a néptánc, ez eddig is így volt, és nagyon sok emberrel beszéltem, akik már várták. Várták azt, hogy egyik oldalról, tehát művész, különböző művészeti ágakkal találkozhassanak, művészekkel, stb., de leginkább a néptáncot. Ugye a Robiék, Majoros Róbert, mondom a nézőknek, a csapata szenzációs volt.
hála Istennek, teszem hozzá. Tehát egy kicsit már kiszabadultatok, de mielőtt folytatjuk azzal, hogy milyen programok lesznek, azért hadd kérdezzem meg, az online próbák mennyire teszik próbára a Néptánc Együttes tagjait, hiszen egy magas színvonalú művészeti tevékenységről van szó. Hát nem online, tehát nem úgy online próba, hogy Zoomon megjelent az Alba Régia 15-18 párja, mert azt lehetetlen megcsinálni, viszont karantén közben mi is csatlakoztunk az ilyen jópofa néptáncos kihívásoknak, talán többen is láthatták a YouTube-on a kedves nézők, meg Facebookon, hanem azokat a tánc koreográfiai részeket Robi Tomborbe, a Vera Molnár Gabi feltáncolták, és ki lett adva, hogy ezt kell gyakorolni, majd amikor találkozunk, és hát hál' Isten múlt hét óta hivatalosan is tudnak próbálni a táncházba az albás táncosok, mivel ugye feloldották a közművelődési intézmények karanténját. Hála Istennek, egyébként a klipet nagyon sokan nézték meg, ami megszületett, az egy fantasztikus dolog. No, akkor nézzük meg a programokat, ugye 16-a és 19-e között, tehát azt már tudjuk, hogy magyar együttesek élén természetesen az Alba Régia Tánc Együttes különböző csoportjaival. Igen, az nagyon fontos, hogy a Királynyi hangulatot a főhadiszálláson fogjuk megrendezni, vagyis a táncházban Malom utca 6 szám alatt. Délutántól egész hajnalig tartó programokat terveztünk, minden korosztályt beleértve, és mindenféle művészeti ágat, tehát a néptánc, a világzene, népzene tekintetében, még lesz kertmozi is. És hát ugye úgy tudtuk, hogy augusztus 15-e után lehet majd hivatalosan ilyen nagy rendezvényeket tervezni, ezért mi ezt az időpontot lőttük be a 16-tól 19-ig terjedő vasárnap, hétfő, kedd és szerda, de ez nem okoz gondot, mert a eddigi királyi napokon sem vettük nagyon figyelembe, hogy most szombat vagy vasárnapra esik, úgyhogy fanatikus közönségünk a hétköznapokban is megtelítette hangulattal a táncházat. Hát annyi lesz ennek a szépséghibája, hogy a nézőhely az korlátozott. Kezdem itt az olyan előadásokkal, mint az Alba Régia Táncegyüttes önálló műsora, amiből két előadást fogunk csinálni. Ez a kezdőnapon 16-án délután lesz, illetve este lesz egy előadás, és sajnos 100-100 nézőt tudunk kényelmesen leültetni ahhoz, hogy mind a néző, mind a táncosok is jól érezzék magukat ebbe a művészeti produkcióba. Majd az első nap nagy durranásaként Ferenci Gyuri által vezetett Racka Jam fogja a táncház udvarát megtölteni a rájellemző világzenei és hát a népzenéhez oly kötődő feldolgozásokkal. Hajnalig pedig a Galiba zenekar folkestje szórakoztatja a belépő közönséget. Tehát csodacsapatok jönnek. Milyen hát, elvek mentén válogattatok, mielőtt folytatnád? Ki ér rá? Nem. Hát igazából, mondom, már megvolt a 25. királyi napok programja, és akiket akkor a magyar illetőségű csoportokat, mint például Ferenci Gyuriék, a házigazda Alba Régia, az természetes, akkor majd beszélek a Gyerek Páva Gála résztvevőiről is, ők már meglettek szólítva az rendes eredeti programba, tehát csak át kellett csoportosítani. Értem. Az időponthoz. No, akkor nézzük a hétfőt. Hétfő, egy kicsit puskázom, igen. Ott én egy ilyen munkacímet adtam neki, hogy határon innen, határon túl, nagyon kedves barátaink, nem csak a Pávából, hanem az azt követő néhány királyi napokból is a vajdasági cirkalom táncegyüttes topolyáról képviselni a határon túli szellemiséget, illetve a fesztiválunk a 25 év alatt mindig próbálta egy kicsit segíteni, előtérbe hozni a magyarországi nemzetiségeket. Most is így tesszük ezt, és meghívtuk a Tököli Délszláv Néptánc Együttest, velük együtt a Kóló zenekart, akik majd egy fantasztikus koncerttel is megörlendeztetik a közönséget, és hogy itt is legyen egy albás csoport, az idén 25
20. születésnapját ünneplő Albarégia Senior csoportja lesz a magyar csoport, akik a tőlük megszokott szívvel, lélekkel, házigazdasággal fogják képviselni a fehérvári műhelyt ezen a napon. A topolyai csapathoz csak annyit, hogy az elmúlt évben, tehát 2019-ben még volt ugye Csíki versünnep, illetve verstábor, és volt egy topolyai kislány, aki ennek a csapatnak a tagja, és ő úgy lépett fel a gálán, nem verset mondott, hanem táncolt és énekelt, és ott valamelyest azért bele tudtuk élni magunkat, hogy milyenek nagyszerűek. Igen, nagy szívű emberek, igen, és nagyon professzionális táncosok. No, akkor jöjjön a KEDD. A KEDD, a fiatalsági, hát ugyanúgy, ahogy az eddigi fesztiválon, a nagy színpadról nem maradhat ki az Albarégia Táncegyüttes utánpótlása kicsiktől a junior csoportig. Az Albarégia Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai is adnak egy műsort. Hát őnekik is ugye elmaradt az évzáró műsor, tehát az ő lábukban is ficereg már ki, vágyódnak a figurák. Úgyhogy hát ez a nyári folyamat, lesznek táborok, erre felkészítő próbák, úgyhogy ők lesznek ennek a napnak a főhősei, illetve a már előbb említett Páva Gála, ami a tavalyi gyermekpáva résztvevői közül a Robi és Vera által mentorált csoportokat hívtuk meg, név szerint az Urbán Verbunk kiskamasz csoportját, illetve a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Dömöge csoportját, ők Somogy megyéből, Szennából jöttek, és mint régi rutinos pávások, a Pulutyka lesz ennek a napnak a fehérvári házigazdája, és hát a legújabb páva felfedezettünk és büszkeségünk, Trenka Máté, aki szintén a csoportunkba, a Guba csoportba táncol. És hát marad nekünk a szerda, a búcsú, a szomorú búcsú. Bár én azt gondolom, hogy ez nem olyan búcsú lesz, mint a többi, hiszen már az előző három napnak is nagyon-nagyon örülhetünk. Hát biztos vagyok benne, hogy a fehérvári közönség ki van már éhezve közösségi és igényes kulturális programokra. Ezt próbáljuk egy kicsit helyre tenni, illetve a hiányérzetet pótolni a jövő évi 25-re. És hát igen, szokás szerint a Nemzetközi Néptánc Fesztivál igaz, hogy zárt körű, de most nyitott körűvé tesszük a búcsú estet, amikor a külföldi csoportokat a híres nevezetes Kokolókó zenekar szokta elbúcsúztatni egy karibi hangulattal. Most a királynyi napokat búcsúztatjuk el, úgyhogy ide 300 embert tudunk maximum fogadni a táncház udvarára, és ami a kuriózum, hogy az Albarégia Táncegyüttes ugye megmutatkozik ezen a napon egy másik oldaláról is, a könnyed műfajról, hogy tudnak popot, rockot énekelni, ennek megfelelően táncolni, és a Vigaság Csinálók bájára összeszerkesztett, nagyon profi kis műsorral mutatják meg, hogy ők nem csak a néptánchoz értenek. Jó, hogy ezt mosolygós szemmel mondod, én is mosolygós szemmel fogadom, mert azt ígérhetem a kedves nézőknek is, hogy természetesen ott leszünk minden nap, hiszen hogy ne csak az a 100 kivételezett és nagyon-nagyon szemfüles néptáncrajongó, népi kultúra szerető székesfehérvári lehessen ott. És még, bocsánat, egy nagyon fontos ezen a napon, hogy azért a néptánc sem maradjon ki. 16 órától a jól megszokott havi rendszerességű táncházunk, amiből a márciustól kezdődően elmaradt ugye a márciusi, húsvéti, a májusi kézműves foglalkozás és népi gyermekjátszót tartunk Lackó Kriszta, Knefelé Lackó Kriszta vezetésével. Na hát ez sem maradhat el. Én pedig köszönöm szépen, Bandi, és a te gondolatsoroddal búcsúzom, a nézőknek figyelmébe ajánlom, hogy dacolva a vírushelyzettel, mondja Majoros Andor nekünk, édes bosszúra éhesen, 2020. augusztus 16-a és 19-e között a táncházban egy csipetnyi, egy királynyi fesztivál hangulatot teremtünk a Tánc Fellegvárának falain belül. Augusztus 20-án pedig a királyok menetével fogunk felvonulni csoportjainkkal, mert nélkülünk nincs nemzeti ünnep, és ezt én megerősítem, és köszönöm szépen, és még egyszer ígérem önöknek, és természetesen az Albarégia Táncegyüttes valamennyi tagjának, hogy ott leszünk, és figyelünk, hogy a nézők is láthassák. Köszönöm szépen. Szeretettel, köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A
Csiki versünnep döntőjét követően a Szent István művelődési házból jelentkezett be Heitzinger Mika, a Misztrál együttes nagyszerű énekes gitárosa, a Misztrál együttes tagjának karantén koncertjén ezúttal is megzenésített versekben mélyülhettek el a rajongók. A idegen arcokat nézek, arcom ilyetten földre vág. Ó Istenem, mennyi más arc van, mennyi más arc van a világon, mennyi borús szemné szemembe, mennyi boldogság ad rám én már, mennyi vádló álom és rejtély, mennyi nagy szomorúság néz rám. Mennyivel terted minden arcom, vágyat letűnts jövő időnek, s ráncos lap félve bűnvánom, csak föl-föl nézve nézem őket. Székesfehérváron a Szent István művelődési házban folytatódott a Misztrál együttes népszerű énekes dalszerzőjének március 20-a óta tartó karanténkoncert sorozata. Heitzinger Mika a 20. találkozóra is olyan verseket zenésített meg, amelyek a nemzeti összetartozást, a szülőföld szentségét és az anyanyelv valaha volt és jelenlegi csodáját erősítik meg, az anyaországban és szerte a Kárpát-medencében, Kassától Szabadkáig, Kolozsvártól Csíkszeredáig, Arany János, Ady Endre, Kányádi Sándor nyelvén. Ady Endrének egy verse az, ami most így hirtelen eszembe jutott, melynek az a címe, hogy az idegen arcok. Mind nekünk ez a feladatunk, amit ő is leír ebben a versben, hogy lehet csak egy pillanatra, csak egy percre felragyogtatni az embereknek az arcát, a lelkét. Ez a mi útunk. És lehet, hogy ez a mi választott utunk. Ezt mi választottuk magunknak, már úgy jöttünk le, hogy mi tudtuk, hogy mik szeretnénk lenni. Minden ember tudja, csak valaki elfelejti, vagy nem akarja észrevenni. Én úgy gondolom, és úgy élem az életemet, hogy nekem a jó Isten ezt adta. A Teremtő Úristentől ezt kaptam, és szeretném az emberek arcát megragyogtatni. De csak egy pillanatra az már jó. A népszerű énekes és dalszerző azzal a bizodalommal üzent hallgatóságának és nézőinek, hogy a vészterhes időkben is segít a dal. Megtelt az országalma környéke, Ladányi Júlia és Imre Krisztián a Vörösmarty Színház művészei fellépésével a belvárosban folytatódott a művészkorzó. Will it ever be right? Then out of the hat is that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's curtain time and away we go. Folytatódott a művészkorzó a belvárosban. A Városháztér vendége Ladányi Júlia és Imre Krisztián, a Vörösmarty Színház két tehetséges fiatal művésze volt, akik a veretes amerikai jazz korszak legnagyobbjaitól hoztak válogatást, de természetesen azt is megfogalmazták, miként töltötték idejüket a kényszerszünetben. Az eleje az kifejezetten nehéz. Én hazaköltöztem a szüleimhez
falura, Hajmáskérre, ami bár itt van közel, de így, hogy senkivel nem találkozhattam, így nagyon nehéz volt. Aztán nagy nehezen belerázódtam, és akkor ilyen otthoni, így felújítottam a szobámat, kifestettem a falat, meg bútorokat újítottam fel, és úgy elfoglaltam magam. Így valahogy eltelt. Feltöltődéssel és várakozással igazából ugye kényszerű leállásunk volt, még sokkal tovább szeretett volna dolgozni, és hát hiányoznak azok az előadások, amik elmaradtak, meg a munka, az hiányzott nagyon. Maybe I should meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He built a little home, just meant for two, from which I never roam. Who would you? A színházban a leállás után augusztus 3-án kezdődnek a próbák, ami nagy kihívás mindkettejüknek. Készülgettek rá, ugye voltak ilyen online próbáink, olvasópróbák, meg elemzőpróbák, nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a dolog, amiben belekezdünk, és hát nagyon várom. Nagyon várom. Hál' Istennek augusztus 3-án ugye elkezdünk próbálni, egy új produkcióval indítunk, és hát izgalmas szerepem is van benne, úgyhogy én részemről nagyon kíváncsi vagyok. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? Júlia és Krisztián, George Gershwin és Cole Porter dalaival szárnyaltak, ami a labus és tűzről pattant ritmusokkal egyaránt meghódították a közönséget. Sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen, vagy mit is csinálhatnánk itt. Ugye ez ilyen egyéni dolog volt, vagy hogy egyéni felkérés, és akkor mi így kitaláltuk, hogy akkor mi lenne, hogyha hoznánk egy kis finomságot most ide, egy kis jazzt. Úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog itt a közönségnek. Úgy gondoltuk, hogy az egyetemen már foglalkoztunk egy anyaggal, egy nagy anyaggal, George Gershwin és Cole Porternek a dalaival, és hogy ebből fogunk szakítani pár dalt, és egy szűk fél órában ezt előadjuk itt a város népének, aki éppen erre jár. A művészkorzó a fehérvári program szervező csapatának köszönhetően a jövő héten is folytatódik. One week, will it ever be right? The night of the happy is that big first night. The over cherry's about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's getting time and away we go. Another opening off, another opening off. And egy mesés kastély és egy hozzátartozó park, egy hajdani zeneszerző zseni emlékezete és a magyar agrártudomány egyik pillére, ez a Martonvásári Brunswick kastély, az egykori főúri rezidencia számos élményt és programot kínál, nézzük meg együtt. Mögöttem a Brunswick kastély látható, Szent Anna templommal együtt. Ebben a kastélyban van a Beethoven Emlékmúzeum, amelyet nemrég nyitottunk meg felújított interaktív állandó kiállításra, hiszen Martonvásár arról híres, hogy itt járt Beethoven, és itt esett szerelembe egy Brunswick lánya, a Brunswick Josephinnel. Ugyanitt található a kis kastély is, amelyben jelenleg az Agrártudományi Kutatóközpont Agroverzum Tudományos Élményközpontja látogatható. Benne interaktív természettudományos és agrártudományi kiállítások, hiszen maga ez az egész terület az Agrártudományi Kutatóközponthoz tartozik. Maga a Brunswick kert, ahol itt állunk, az egykori kastélynak az előkertje volt, egy nagyon újan és gyönyörűen felújított terület, ezt tavaly sikerült megcsinálni a látogatók számára, és hát a szökőkutat is, ami
szintén itt állt egykor az épület előtt. Ez egyébként az Ybl Miklós szökőkútjának a köveiből építettük újjá. Ez egy több mint 250 éves kert, összesen 40 hektárról beszélünk, amelyből közel 2 hektárnyi angol park az, ami látogatható. Ez az angol park azért érdekes, hiszen ez egy természetközeli erdő típusú bemutatója a növényzetnek. Ezt egyébként maguk a brunszikok alakították ki még 1810-es években. Heinrich Nebbien volt a tervezője, és található benne egy nagy tó, amelyet körbe lehet járni, egy kis szigettel, és ha szerencséje van a látogatónak, illetve a tájékozott, akkor mindenféle koncerteken is részt vehet itt. És nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!